mit mondjunk az utazásainkról? Nem akarok senkit megbántani. Legyünk politikailag korrektek. Természetes, hiszen ismersz. Milyen volt Algéria? Jaj, Rásid, én imádtam. Exotikus, nem? Exotikus? Azért az túlzás, itt a Barbest végigjárva dettó ugyanaz a látvány fogad. A Vernei család visszatér. Persze csak viccelek. Én jót nevettem. Á. Olyan fárasztó már a politikai korrektség. A talpnyaló mindig talpnyaló marad. Az exotikust úgy értettem, hogy még nem árasztották el a turisták, mint Tunéziát. Igaz. Amikor bementünk az algéri székesegyházba, egyedül voltunk. Ez döbbenet. Philippe de Chauveron filmje. A mi gyönyörű hazánkban minden megtalálható az édes élethez. Itt ez a mennyei trágyaszak, pesdítő. Idehaza mindenünk megvan. Ugye, gyerekek? Onnan Franciaországot. Odillal úgy döntöttünk, Izraelben telepszünk le. Ciao, és én Kínában. Mi Algériában. Mi Bombéba megyünk. Ja. Indiába? De mi vár ott? A bollywoodi karrierem. India, ahol az emberek a marhák előtt hajbókolnak. Tudom a megoldást. Ha ők nem szeretik a hazájukat, majd mi megszerettetjük velük. A maguk családja tele van meglepetése. Az ég szerelmére mit vétettünk már megint? Honnan tudjam én azt? Laura leszünk, amikor szül. Nem kint születik a gyerek? Csak utána indulunk. Szép fekete, mint egy szenegáli. Valóban, szinte túlságosan is, nem? Mozi nagy francia lakzik 2. A fekete vér, az dominál, utat tör az afrikai erő. Szinte már korom fekete. És, talán zavar? Ugyan már kicsit sem, csak hát ugye a lányunk tejszőke, hát azt hittem, csak közlöm, ez puszta tény megállapítás. Vagy bár megállapítani sem illik ilyesmit? Dehogy nem, dehogy nem, de... Hát akkor most megállapítom. Március 21-től a mozikban.